Színes programkínálat várta ma a gyerekeket országszerte. Marosvásárhelyen több helyszínre is várták a kicsiket és szüleiket. A várban zenés programokkal és kézműves foglalkozásokkal szórakoztatták a gyerekeket. Az állatkertben különleges születésnapot ünnepeltek, az Orvosi Egyetem pedig Da Vinci kiállítással készült. Számos programmal kedveskedtek a gyerekeknek június 1-én. Marosvásárhelyen a várban a Városi Gyereknap Utazó a Gyerekek Világában nevű program sorozata várta a résztvevőket. A gyerekeket a festészet, rajz, agyagozás, zenei műhely, gyermekirodalom és a bábozás alkotó műhelyei fogadták, de volt játszószoba is. Sokaknak az arcfestés tetszett a legjobban, de a többi programon is szívesen engedtek teret a kreativitásnak. Színpadi programmal is készültek a szervezők. A koncertre, és még voltunk a kifestősre, és aztán voltunk itt festeni. Az állatkertben kézműves foglalkozásokkal készültek, délután pedig a zenés programok, koncertek és zenélő karaván tette hangulatosabbá a mai napot. Kiemelt programnak számított az oroszlán kölykök egyéves születésnapjának megünneplése. Az oroszlánokra sokan voltak kíváncsiak, őket azonban nem zavarta túlságosan a tömeg, inkább a napsütéses időt élvezték. Eljöttünk a Somira, és ide az állatkertbe. Végignézzük az állatokat, hogy milyenek, és legfőképpen a fehér tigrisért jöttünk, hogy nézzük meg a kicsiket. Sok gyerek a családi fagyizás miatt is várta a gyereknapot, ami a legkisebbek között is kedvelt programnak bizonyult. Meg fagyizni? Fagyizni. Szereted nagyon a fagyit? Igen. Mi a fagyit szeretsz? Melyiket? Csokist? Csokist. Az Orvosi Egyetem sportcsarnokában gyerekeknek szánt kiállítások várták az érdeklődőket. A római birodalom, a győztesek technológiája és a Leonardo da Vinci gépei témakörök köré csoportosítva. Az esemény felszerelés és taktikai bemutatókkal, interaktív workshopokkal, Leonardo talányai versennyel és számos meglepetéssel várta az érdeklődőket.